bírod? Így de betegesnek látszol. Akkor még van remény. De hiszen egészséges vagy, mint a makk. Akkor még sincs remény. Miért kellene neki ünnepi verset írni? Ez az, miért írnék én ünnepi verset? Hát nem tudod. Mit? Ma van a mesteret 60. születésnapja. Nem létezik, a mesterem legfeljebb 40 éves. Azaz, hogy 41 és fél éves. Berzsián, akármi ürgetet forgatod, ünnepi verset kell írni. Nem tudok verset írni. Nem ismerek rád, Berzsián. Hát nem te magad mondtad, hogy tőle tanultad az egyet más. Hát az emeztem azt. Nem lehetsz ilyen hálátlan. Hogy lennék én hálátlan? Éppen én, amikor ezerszer elmondtam nektek, hogy a mesteremnek sosem tudom meghálálni az egyes más, meg az emeztem azt. És ráadásul szeretem is a mesteremet. Olyan ajándékot kap, amilyet még nem pipált a világ. Igaz, srófmester? De még mennyire? Te fogod megcsinálni. Még hogy én? Hát ki más? Ki van itt te nálad ügyesebb? Csinálsz mondjuk neki egy ezüst pitykékkel, kivel aranyozott gyémánt szerencsét. Hát persze, hogy megcsinálom. Csak hogy az az én ajándékom lesz. Neked ünnepi verset kell írnod. Tudod mit, Violin? Te írsz a mesteremnek egy kantátát. Már meg is írtam. El is küldtem. Éppen Violinnek köszöntem őt a születésnapján. Hova gondolsz? Velem ne is próbálkozz. Én majd küldök a mesteremnek egy nagy csukor virágot. De a saját nevemben. Neked verset kell írnod. Akkor nincs más hátra. Bizony nincs, Berzsián. Láss hozzá! Na! Sziasztok, jó estét kívánok! Az előbb a Berzsián és Didekiből láthattatok egy részletet, ami majd egy most születő előadásban lesz látható. Ez egy próbafelvétele volt. Az előadás címe pedig Literatúra, Dunaújvárosban fogják bemutatni, és az előadás alcíme pedig Költők és Kötelezők. Lázár Ervin művek sok iskolában számítanak kötelezőnek, de az ő történetei szerencsére egyáltalán nem számítanak a kellemetlen feladatok közé. Ma délután itt együtt szeretnénk meghálálni neki mindazt, amit tőle kaptunk. Nem írtunk ünnepi verset, meg kantátával sem próbálkozunk, és az ezüst pityékkel kivert aranyozott gyémánt szellencét is másra hagyjuk. Inkább elhoztuk nektek a meséit. És hogy hogyan készültek ezek a mesék? A 100 pettyes katicából kiderül. Hallgassátok meg ezt a mesét Kovács Mariantól. Százpettyes Katica. Apu! Tessék, bejöhetek? Be, mondom megadóan. Bejön olyan méltóság teljesen, amennyire csak egy 5 évestől telik. Írsz? Láthatod. Mit írsz? Egy történetet. Nem létezik történetet? Micsodát? A Maul mondta, hogy te mindig olyan nem létezik történeteket írsz. Ki az a Maul? Velem jár óviba, tudod? Akinek az apukája mindig olyan kacskaringósan néz. Görbén. Jó, akkor Görbén. Ugye a Maul egy nagy buta? Hát, nem is tudom. Én nagyon örülök neki, hogy te nem létezik történeteket írsz. Nagyszerű. Akkor meg vagyok mentve. Most nagyon meg vagy mentve. Nagyon? Miért? Mert hoztam neked valamit. Mit? Egy nem létezik történetet. Na, erre kíváncsi vagyok, mondd el. Nem elmondós. Itt van a kezemben. Akkor mutasd. Na, mi ez? Ez? Egy katicabogár. Nézd meg jobban. Akárhogy nézem, katicabogár. Számold meg a pöttyeit. 2. Na, látod? Akkor ez 5 pöttyét elvesztette.
vagy ellopták tőle. Ha pedig se nem ellopták, se nem elvesztette, akkor ez egy nem létezik katica bogár. Sajnos, kislányom, ez egy létezik katica. Hát nem látod, hogy két pöttye van? Dehogy nem. De teljesen szabályosan van neki két pöttye. Két pöttyel született? Igen. És mégis katica? Hát persze. Úgy hívják, változékony katica. Latinul Coccinella bipunctata. Micsoda? Coccinella bipunctata. És amelyiknek rendes hét pöttye van, az is punktata? Hát, az is. Csak éppen septem punktata. És hogyha látok egy olyan katicát, amelyiknek 10 pöttye van, az is létezik katica? Hát, az én fejem sem káptalan, de várjál, mindjárt megnézem. Valamelyik könyvben biztos benne van. Micsoda, nem a te fejed? Káptalan. Az mit jelent? Hát, hogy én se tudhatok mindent. És akinek a feje káptalan, az mindent tud? A majdnem mindent. A 10 pöttyös katicát is? Azt is. De te nem tudod? Hát én nem. Akkor a te fejed kápos? Hát bizony, eléggé kápos. De én se tudom a 10 pöttyös katicát. Hát nem baj az. Akkor az én fejem is kápos. A tied is. De a maulé ugye káposabb? Hát nem tudom. Nem ismerem a mault. Na, itt ez a könyv. Ha megtudjuk a 10 pöttyös katicát, akkor káptalan lesz a fejünk? Akkor még nem. De már nem lesz annyira kápos. Annyira már nem. Benne van? Benne. 10 pöttyös katica, Coccinella decem punctata. Há, és 11 pöttyös? Az is van. Coccinella undecem punctata. Há, és olyan is van, amelyiknek egy pöttye sincs? Na nézzük csak. Olyan is van. Úgy hívják. Bogáncs katica. Szegény. Mondj egyet, amelyiknek sok pöttye van. Sok pötty, sok pötty. Na nézd csak, ennek 24 van. Úgy hívják lucerna böde. És nagyon kártékony bogár. Ő is punktata. De még mennyire? Subcoccinella virginti quator punktata. És egyszer katica bogár, miért hívják, úgy is mondtad a nevét? Lucerna böde. Na, annak. Hát az van ideírva, hogy katica bogarak. És várj, megszámolom, 47 féle van belőlük, de a neve nem mindnek katica. Hát, van itt böde, bödice, félböde, füskata, szerecsenatka, sőt, fekete-sárga katóka is van. És 100 pöttyös katica? 100 pöttyös? Az nincs. Nincs benne a könyvben? Nincs. Sem a könyvben, sem a valóságban. Hát de amikor én láttam 100 pöttyös katicát? Azt! Aranylottak meg, ezüstlöttek a pöttyei. És szárnya nem volt, nem szárnyal repült, hanem olyan forgóval, ami a helikopternek van. Nem mond. Akkor ez egy helitika, vagy katikopter. Az bizony! Helitika és katikopter! Amikor láttam, éppen azzal a bácsival beszélgetett, akit annyit emlegettél. Én? Mikor emlegettem? Most. Most? Milyen bácsit? Hát a punktatát. Nézd csak, tényleg. Tehát a 100 pöttyös helitika, vagyis katikopter beszélgetett a jó öreg punktatával. Igen, és nagyokat nevettek. Nem hiszed? Dehogy nem. Hát nem azért írok én nem létezik történeteket, hogy ne higgyem. De ez nem létezik történet, ez egy létezik történet. Fölemelte az ujját. Figyelj csak! Figyeltem. Tűhegynyi zúgás a nyitott ajtó felől. És már benn is volt. Aranylott és ezüstlött a 100 pöttye. A légcsavarja elmosódó, szivárvány színű kör a pöttyök fölött. A helitika leszállt az íróasztalomra, illegett, billegett, meg megforgatta a légcsavarját. Na ugye,
mondta a lányom, de nem tudtam neki felelni, igaz nem is lett volna mit, mert kopogtak. Tessék! Mondtam. Kitárult az ajtó, és egy nagy szakálló apóka lépett a szobába, biccentett. Jó napot! Punk Tata vagyok. Nem látták a helitikámat, azaz a katikopteremet? De itt van, mondtuk egyszerre nagy boldogan. Na végre, sóhajtott fel Punk Tata, és lehuppant egy karos székbe. Mindig elcsavarog. A lányom rám ragyogott. Látod? Mégis hoztam neked egy nem létezik, létezik történetet. Nagyon rendes vagy, mondtam. A szemem hol a helitikán, hol meg Punk Tatán. Megírod? Meg. A Maul úgyse fogja elhinni. Azt akarta mondani, hogy mit csináljak, nem tudok a Maulon segíteni, de Punk Tata közbevágott. A Maul? Nem számít, mondta. Nagyon kápos a feje. Hát, ez volt a 100 pettyes Katica története. Lázár Ervin az egyik legismertebb, és nem csupán a gyerekek körében népszerű magyar író. Meséinek a szereplői ismerősek, mert hasonlítanak ránk. Hiszen mi, az olvasói is furcsák, bolondosak, bohókásak vagyunk néha, és megesik, hogy furcsa tárgyakkal kötünk életre szóló barátságot. Mint a kalapba zárt lány, akinek a történetét most Kovács Judit meséli el nektek. Sziasztok! Ebből a könyvből fogok nektek mesélni. Hegyke lány volt. Nem tűrt a fején se kendőt, se sapkát, se kalapot. Dőnkhetett a szél, hó, eső szakadhatott. Nem és nem. Aztán egy szép napon kilépett az utcára a kertkapun, és mit lát? Bizony, egy kalapot. Ott lebegett a kalap a kerítést szegélyező bokrok mellett, éppen a feje magasságában. Jó formájú, fekete kalapocska volt. Jó napot, mondta a kalap. Mit akarsz? Kérdezte gyanakodva a lány. Én vagyok a te kalapod, mondta a kalap. Nekem ugyan nem, tiltakozott a lány. Tudhatod, hogy soha semmiféle fejfedőt nem hordok. Szabad lány vagyok. Így akarok járni mindig. Hajadon főtt. Márpedig akkor is én vagyok a kalapod, mondta ellentmondást nem tűrően a kalap, és sutty, se szó, se beszéd, mint egy ragadozó madár, rászállt a lány fejére. A lány se volt rest, rángatta, tépte, húzigálta. Na de rángathatta, téphette, húzigálhatta. A kalap oda se neki. Azaz, hogy mit oda se neki. Éppen, hogy mintha növekedne a súlya, egyre nehezebb lett. Te rohadt vaskalap! Nyögte a lány. Nem vagyok én vaskalap. Te vagy makacs szamár, felelte a kalap. És most már nem csak a súlya nőtt, hanem a mérete is. Hagyd abba! Nem látok ki alólad! Kiabált a lány. Persze, hogy nem látott ki, hiszen a kalap karimája már a vállát nyomta. A lány térde meg-megrogyott, minden erejét összeszedte, megpróbálta lelökni magáról az átkozottat. De feszítette az izmait, amennyire csak bírta, a kalap megserezzent. Akkor kibújjak alólad, gondolta a lány. Hirtelen lebukott, és megpróbált kiugrani a kalap alól. De ahogy lebukott, a kalap szegélye elérte a földet, mély csend lett, és mély sötétség. A lány ott görnyedt, bezárva a kalap alá. Jaj, engedj ki, nem látok, mondta a lány. Nem baj, majd tapogatódzol, válaszolta a kalap. Nem bírok ilyen görnyedt testtartásban kucorogni, elgémberedik minden tagom, panaszkodott a lány. Hát állj föl, mondta a kalap. Óvatosan fölállt. Attól félt, a fejét beüti a kalap tetejébe, de nem. Volt elegendő tér. Fölnyúlt a feje fölé, hogy ott-e a kalap teteje, de nem ütközött a keze semmibe. Balra nyúlt, hogy kitapogassa a kalap oldalát, de ott sem talált semmit. Állt,
a meghatározhatatlan térben koromfeketeségben. Félelem és harag fogta el. Itt akarsz engem örökös rabságban tartani? Kiáltotta. De válasz nem érkezett. A lány elszántan ugrálni és csapkodni kezdett a sötétségben. Hát, ha lyukat tud ütni a kalap oldalán, és kijut a szabad fényességbe. De csak a levegőt csapkodta, s a dühött ugrálás közben megbotlott egy kőben, és elesett. Egy darabig magában roskadtan feküdt a köves földön, aztán sírva fakadt. Sírdogált. Akkor hát ez a sorsom. Itt kell meghalnom egy gonosz kalap alatt, gondolta. Fölült. Szomjas vagyok, mondta hangosan. Hallott-e, kalap? Szomjan halok! És akkor jobbról, mintha halk csobogást hallott volna. Tapogatózott. Tenyere egy hűvös kő sima felületére tévedt. Talán éppen ebben botlotta, már gondolta, s a keze átsiklott egy másik kőre. Az is éppen olyan sima volt és hűvös, mint az előbbi. A két kő között kisúnyi rés, s a résből üde párák áramlottak. Lehet, hogy víz? A lány fölkelt, minden erejét összeszedte, és megpróbálta elmozdítani az egyik követ. Nagyon nehéz volt, de moccant. S a moccanással együtt halvány derengés váltotta föl a bakacsin fekete sötétséget. A lány meglátta, azaz inkább csak sejdítette a kezét, a két követ, s igen, a két kő alatt ott a víz. Hogy hozzáférhessen, el kellett mozdítani a másik követ is. Reménykedve neki feszült, elmozdította azt is. Előbukkant egy kis kristálytavacska, egy forrás. A lány ivott a vízből, s mire fölemelte a fejét, már majdnem teljesen világos volt a különös, szivárvány színű búra alatt. Ez lenne a kalap? Kérdezte magától. Most már elég jól látott az opálos félhomályban. Egy gazos kertben állt. A gazok közt kövek, fák, s nincsak, mint a virágok is virítanának a gizgazok között. Nagy itt a rendetlenség, gondolta, és neki látott. Görnyedezett, cipekedett, egy kupaszba hordta a köveket. Mire végzett a kőhordással, már nyoma sem volt a félhomálynak. Szép reggeli fényességben fürdött a kert. Most már színről színre látta, milyen gyönyörűséges virágok virítanak a gazok között. Látta a fák leveleinek smaragd színét, s a fákon a círmos, pöttyös, aranyló meg ezer színű, sosem látott gyümölcsöket. Fogta magát, kihúzigálta a gazokat. Jó sokáig tartott. Sajgott a dereka, égett a tenyere, mire végzett. De nem törődött idővel, fáradtsággal, tette a dolgát. Mire az utolsó gazt is kihúzta, égi fényességben ragyogott a kertje. Makulátlan zöld pázsit. Középen átkígyózik rajta a forrástóból kibudjanó ezüst erecske. A fák meg gyümölcse légszerezett lobbanások. Pompázatos, mondta a lány, és mivel megéhezett, szakított magának minden fáról egy-egy gyümölcsöt. Leült a kőrakásra, és megebédelt. Elillant a fáradtsága. Megtelt erővel. Ekkor valami furcsa zajt hallott. Dörgést, durrogást, harsogó morajt és erőszakos kopogást. Igaz, nagyon távolról. Feszülten figyelt, és rájött, ez a zaj a kalapon kívül dörög. Már nem is érdekelte annyira. De a kalap fölvilágosította. Talán vihar. Vagy háború. Az is lehet, hogy aranyakat szórtak a nép közé. De nem tudom pontosan. A lány végigjárta a kertjét, megsimogatta a fáit, legugolt a virágai mellé, hogy jobban megcsodálhassa őket. Ivott a forrásból. Akkor most nekem örökké itt kell élnem? Kérdezte tétován. Dehogy kell. Most már igazán szabad lány vagy, mondta a kalap. És lassan fölemelkedett. A kert összezsugorodott, és összezsugorodott a kalap is. Ott állt a lány a kertkapu előtt, a kerítést szegélyező bokrok mellett, a feje magasságában egy jóformájú kis fekete kalap libegett. Most elhagysz? Kérdezte a lány. Mondtam, hogy a te kalapod vagyok, válaszolta a kalap. A lány kinyújtotta a kezét, megfogta a kalapot, és a fejébe húzta. Jó erősen, nehogy elfújja a szél. Elindult a villamos megálló felé. Amerre járt, megfényesedett az utca. Talán a kert miatt.
Mit tehet egy hős, ha csúnyának született? Ha a lába gacsos, a feje úritök, a termete girbegurba. Ha kineveti a tükörképe, ha lépte nyomán elhervadnak a virágok, ha megijednek tőle az emberek. Hogy lehet valaki ilyen csúnya? Mi végre? Ki végre? Mesénk hőse azért indul el, hogy bosszút álljon a csúnyaságáért. Nézzétek meg, hogyan. Sárkány tejet itta. Kedden meg a lágyát szórta. Szergán, arddal hadakoztam. Csütörtökön baloskával. Balloskával, téklapáttal, karddal, isláncsával, balloskával, téklapáttal, karddal, isláncsával, vassal, vérrel, vencsellővel, vassal, vérrel, vencsellővel, balloskával, téklapáttal, karddal, isláncsával, vassal, vérrel, vencsellővel, vassal, vérrel, vencsellővel, balloskával, téklapáttal, karddal, isláncsával, isláncsával, szabjával, karda és vérrel, isláncsával, szabjával, karda és vérrel, isláncsával, szabjával, karddal és vérrel és láncsával, szabjával, karddal és vérrel és balloskával, piklapáttal, fecselővel, virevassal, balloskával, piklapáttal, fecselővel, virevassal és karddal, vassal, vassal, vérrel, láncsával és szabjával, és karddal, vassal, vassal, vérrel, láncsával és szabjával, és balloskával, téklapáttal, karddal, és láncsával! Megyek, és megölöm a hétfejűt! A Hétfejű Tündér című előadásból láttatok egy részletet. Tatai Zsolt, Teszárek Csaba és Hoffer Károly előadásában. Nem árulom el, hogyan fejeződik be ez a történet, csak annyit, hogy megnyugtató véget ér, és kiderül, miért fontos az elfogadás az életünkben. Na most ez itt talán kicsit túl komolyan és tanítónén is elhangzott, úgyhogy folytassuk is inkább tovább Lázár Ervin meséivel. Először Kazinczy Ildikót halljátok, majd pedig Ellinger Edinát. A kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb, mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is, talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Meg hogy én köszönjek egy sárgának, morgott fitmálóan a kék, és bizonyára lebiggyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm. De azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is.
maga könyökül az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert. Vagy sárga vizet. Egyáltalán, hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges. De hogy ennyire, mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt. Maga túlmohó, beszínezi az egész eget meg a tengert, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok. Sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, s egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker! Erre vág fel, az is egy család, az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ha! Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga. Akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, és nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Nicsak, milyen szép zöld fetty! Sziasztok! Én azzal szeretném kezdeni, mielőtt nekiülök és mesélek nektek egy nagyon helyes kis madárról, hogy föltennék egy-két kérdést, mert hogy ez a mese, amit én most el fogok nektek olvasni, ez a nagyra vágyó fekete rigóról szól. És arra lennék kíváncsi, hogy tudjátok-e, hogy milyen madár a fekete rigó? Meg tudjátok-e nekem például mutatni, hogy mekkora körülbelül? Aha, annál egy picikét kisebb. Ó, egészen picike madárról van szó. Milyen színe van vajon? Milyen színű vajon a csőre? Narancsárgás, bizony. És azt is tudjátok esetleg, hogy mit mond? Milyen éneke van a fekete rigónak? Nem, kár. Az, mi mondja azt, hogy kár? Szerintem ezt lazán tudjátok, mert sulisok vagytok már, ahogy látom. Jaj, nagyon szépen mondod, de ez még vissza fog köszönni a mesében, meglátjátok. Még egy kérdésem van. A gólya mekkora körülbelül? Hatalmas szántávolsága van, ugye? Azt meg tudjátok mondani, milyen színe van a gólyának? Még egy kérdésem van a gólyáról, egyébként ez nem kapcsolódik hozzá, hanem a gólyákról beszélünk, hiszen most van az idényük. Mit gondoltok, visszajöttek már Magyarországra? Igen! Láttatok már gólyát? Igen! Az évben? Nagyon szerencsések vagytok. Lesz benne még sok más madár. Zöld küllő, sárga rigó és a társaid, azt meglepibe hagynám, jó, hogy kinek mi lesz a szerepe. Egy nagyon fontos dolog, csak szerettem volna, hogy tudjátok, hogy el tudjátok képzelni, hogy a fekete rigó hogy néz ki, és mekkora kis madár egészen pontosan. Hogy fogadjátok nagy nagy szeretettel, a Hétfejű Tündér című mesekönyvben van benne ez a mese, tehát a nagyra vágyó fekete rigó fog következni, ami nekem a kedvenc mesém, azért hoztam el. A nagyra vágyó fekete rigó. A fekete rigó a ligetben élt. Sárga csőre volt, ragyogó cipőgomb szeme. És persze fekete volt, mint a szurok. Azért is hívják fekete rigónak. Nem tudom, hogy ki hogy van ezzel a fekete színnel. Nyilván van, akinek nem tetszik, mert hiszen a narancsárga sokkal vidámabb, a türkiszkékről és a megpirosról nem is beszélve. De aki jobban odafigyel, annak a fekete is tetszik. Ebben egészen bizonyos vagyok. Hiszen annyiféle fekete van. Kékesen fénylő fekete, puha fekete, éjfekete, játékos fekete, meleg fekete, és ki tudja még hány fekete. A fekete rigó fénylő fekete volt. És nem tetszett neki a fekete szín. Se fénylőn, se puhán. Dühösködött.
Egy darabig még csak nem is fütyűrészett, mert még vidámnak gondolná valaki. Azt mondogatta mérgesen. Csk, csk, csk. Olyan szép piros tollakat akart, mint a vörösbegyé. Zöldeket, mint a gyurgyalagé, fehéret, mint a kócsagé, s olyan cifrát, mint a papagájé. Ezért volt dühös. Úgy hitte, ő a legrútabb madár a ligetben. Bánata akkor vált mégis szívbe markolóvá, amikor a kisfiú eljött a ligetbe, és azt mondta a madaraknak. Kellene nekem egy barát, egy madárbarát, aki reggelenként megkocogtatná az ablakomat, és minden nap megajándékozhatnám kenyérmorzsával, meg kölessel. Aha, mondták a madarak. Egyedül az uhu mondta, hogy uhu. Talán azért, mert nem szereti a köles, meg a kenyérmorzsát. De az is lehet, hogy azért, mert más nem tud mondani. A barátság az nem könnyű dolog, mert jó, a kisfiúnak szüksége volt egy madárbarátra. Csak hát olyan madár nélkül, akinek viszont éppen egy kisfiú barátra lenne szüksége, hát ez nem megoldható. A madarak legtöbbjének volt már barátja. Csak a macska bagolynak meg a szürke varjúnak nem volt barátja, de ők igen mogorvák, nincs is szükségük igazából barátra. Na és persze a fekete rigónak sem volt barátja, mert szégyelte a színét, és emiatt fönnhordta az orrát. Furcsa dolog, de így volt. Mással is megesik, szégyel valamit, és azt hiszi, csak úgy tudja elviselni a szégyenét, ha fönnhordja az orrát. Így aztán nem talált barátra a kisfiú. Pedig ott lapult a fűben a fekete rigó, és azt gondolta magában. Én szívesen lennék barátja ennek a kisfiúnak. Nagyon szeretem a kenyérmorzsát, meg a kölest. S kis szünet után még azt is hozzá gondolta. És a kisfiút is nagyon szeretem. De mégsem mert előbújni. Éppen én kellenék neki, morfondírozott, amikor ilyen csúnya vagyok. Fekete. Hát... Barát nélkül ment el a kisfiú, igaz, majdnem sírva fakadt, de megpróbálta a liget széléig visszatartani. Nem szeretett mások előtt sírni. De azért a madarak észrevették, hogy lefelé görbül a szája, és nagyon megsajnálták. Tulajdonképpen szerették a kisfiút. Akik barátokra vágynak és elgyalogolnak érte a ligetbe, azokat szeretni kell. Egyik madár utána is kiabált. Gyere vissza egy hét múlva! Talán, ha az öreg festőművész nem lakik a közelben, minden másképpen alakul. De ott lakott a liget mellett. Nagyon vidám, mosolygós öreg úr volt. Csak éppen a szakálla volt furcsa, ezerszínű, mert abba szokta törölgetni az ecsetjeit. A fekete rigónak eszébe jutott a tarka szakálú festő, meg a sok szép festék. Röppent egyet, s már ott is volt a festékes doboz mellett. Majd ragyogok én egy hét múlva, gondolta. S mivel a zöld festéktubus volt a legközelebb, kifestette magát zöld küllőnek. Hát elég furcsa zöld küllő volt, azt meg kell hagyni. Mert a zöld küllő ugye az nem egy színű zöld, és a csőre meg különösen nem az. De a kis fekete rigó nagy buzgalmában még a csőrét is zöldre mázolta. Na, most jöhet a kisfiú, gondolta. És úgy óvta magán a zöld festéket, hogy egy hétig enni is elfelejtett. Eltelt a hét. Semmi különös nem történt, csak a tarka szakálú festő pingált lila fákat meg lila mezőt, mivel hogy szőrjén szálán eltűnt a zöld festéke. Megjött a kisfiú, köréje sereglettek a madarak, s bíztatták. Na ne félj, most lesz valaki. Én szívesen lennék a barátod, mondta ekkor elváltoztatott hangon a zöldre festett fekete rigó, és elősétált egy bokor mögül. Hirtelen szóhoz sem jutott a sok madár, tátva maradt a csőrük. A fekete rigó, azaz, hogy zöld rigó, nem is tudom, hogy nevezzem, meg nagy peckesen sétált a tisztáson, abban a hitben, hogy ő a legszebb madár a ligetben. A vándorsólyom ocsúdott fel elsőnek. Nicsak, mondta, egy uborka madár. Nevettek, ahogy a torkukon kifért. Vagy netán-tán egy nagyra nőtt szöcske? Toldotta meg a búbosbanka. S szegény fekete rigó legszívesebben elsüllyedt volna szégyenében. A kisfiú is mosolygott, és szeliden, nehogy megbántsa ezt az uborka madarat, vagy kicsodát, azt mondta. Ne haragudj, de én nem ilyen madára gondoltam. Huss! Elröppen gyorsan a fekete rigó. Csk, 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 csk.
Korholta magát mérgesen, mert ostoba módon színtiszta zöldre kentem magam. Pedig a zöld küllő nem is egyforma zöld, kétféle zöld is van rajta. A feje teteje meg piros, a szárnya vége meg fehér, pettyes, fekete. Na jó, de majd legközelebb. A jövő héten ügyesebb leszek. Hát nem lett sokkal ügyesebb. Hogyhogy nem, az jutott eszébe, hogy gólyának festi magát. Sok fekete meg fehér festéket kent magára, és a lábát meg a csőrét pirosra festette. Eszébe sem jutott, hogy a gólya legalább 10-szer akkora, mint ő, ugye? Kilátott már ilyen pici gólyát, rövid lábút, rövid csőrűt. Hát arról már nem is beszélve, hogy a hátán átütött a zöld festék a fehére. Ritkán látott a liget olyan viháncolás, mint amikor a gólyának álcázott fekete rigó odaállt a kisfiú elé. Te meg miféle szerzet vagy? Kérdezte a kisfiú. Ha nem látod, hogy gólya vagyok? Mondta kicsit ijedten a fekete rigó, mert akkor már sejtette, hogy nem nagyon sikerült ez a gólyává alakulás. Még hogy gólya? Talán golyhót akartál mondani, mondta a gólya, és olyan nevető görcsöt kapott, hogy ki kellett hívni a mentőket hozzá. Bizony. Ez a gólya história is csúfos véget ért, mert a kisfiú nagy sajnálkozva megint csak azt mondta. Ne haragudj, nem ilyen madára gondoltam. A fekete rigó fél évre elbújdosott bánatában. Hiába jött a kisfiú, hiába keresett madárbarátot. A fekete rigónak meg fájt a szíve. Hely, hely, hogy csak, ha csak szebb madár lennék, akkor biztosan barátjává fogadna a kisfiú. A kisfiú meg egyre szomorúbb lett. Most már az uborka madár sem akar velem barátkozni, mondta. A madarak vigasztalni próbálták, de neki barát kellett volna. Hogy lehetne megvigasztalni azt, aki nem talál barátra? A fekete rigó legalább olyan bánatos volt, mint a kisfiú, ha nem bánatosabb. Magát is sajnálta, meg a kisfiút is, és magát egy kicsit talán jobban. Ezért aztán fél év elteltével elhatározta, újra próbálkozik. De most már nagyon gondosan látott munkához. Egy teljes napig tanulmányozta a sárga rigót. És elkezdte magát sárga rigónak festeni. Egy hétig tartott a festés, de ez aztán tökéletesen sikerült. A fekete rigó olyan lett, mint egy igazi sárga rigó. Talán csak az alakja különbözött kicsit a sárga rigóétól, de ahhoz igazán jó szem kellett, hogy ezt észrevegye valaki. Azon a héten is eljött a kisfiú barátot keresni. Nem csüggethetett, tudta, barátra kell találnia. A sárga rigónak festett fekete rigó elősétált a bokrok közül, a madaraknak elállt a lélegzetük ettől a gyönyörűségtől. Még csak egy csodálatos sárga rigó, mondták. A kisfiú is elbámulva nézte a szép madarat, a szíve hangosan dobogott. Csak az igazi sárga rigó gyanakodott, van valami furcsa ezen a madáron, gondolta. És oda is szólt neki. Na füttyents egyet! Nem füttyentek, mondta nyeglén a fekete rigó. Persze. Hiszen a sárga rigó azt is ki tudja fütyülni, hogy huncut a bíró, meg hogy fütyül a rigó. A fekete rigó meg csak annyit tud, hogy hagy halljam. Tiú-tiú, csak ennyit tud a fekete rigó. Tiú-tiú, tiú-tiú. Ez legalább olyan szép, mint a sárga rigó éneke, de mégis más. Én biztos vagyok benne, hogy a sárga rigó nagyon szeretné néha azt fütyülni, hogy tiú-tiú, de hát nem megy neki. Ő csak azt tudja, hogy huncut a bíró, huncut a bíró, huncut a bíró. Csak hogy a kisfiú megszólalt ekkor. Ne haragudj, mondta elszomorodva. Te valóban csodálatosan szép madár vagy, de én egy másik barátra gondoltam. Láttam valamikor egy nagyon kedves madarat. Nem volt ilyen tarka, mint te, de nekem ő kellene barátnak. Az a madár fénylő fekete volt, csak a csőre volt sárga. Azt hiszem, hogy úgy hívják fekete rigó. Megértheted, hogy ki kell tartanom mellette, hát ha egyszer megjön, és akkor ki lesz a barátja? A fekete rigó keserves sírásra fakadt. Hullottak a könnyei, mint a záporeső. A kisfiú nagyon megsajnálta. Miért sírsz? Hát ne sírjál, mondta neki. Azért sírok, zokogta a madár, mert a fekete rigó én vagyok. Ámulva néztek rá, nem akartak hinni a szemüknek, de akkor a madár könnyei már lemosták a melléről a sárga rigó sárga, a gólya fehér és a zöld küllő zöld színét. Előtűnt az igazi fekete. Istenem, de buta madár vagy te, mondta boldogan a kisfiú.
fölkapta és sokáig mosdatta a fekete rigót a patakban. De a sok szín nem egy könnyen jött le róla. Amikor hazaindultak, még akkor is zöld, sárga, meg fehér foltok égtelenkedtek a madáron. Nem is volt olyan, mint egy igazi fekete rigó. Mit gondolsz? Lekopik? Leszek én még igazi szép fekete? Kérdezte a madár. Biztos, mondta a kisfiú. Azután elszomorodott. Arra gondolt, hogy már fél éve lenne barátja, ha ez a szamár fekete rigó nem pingálja magát. Miközben Lázár Ervin beszélget a kislányával, kitalálnak egy történetet. A mesében van egy becsületes, egyszerű szegény legény, egy jószívű király kisasszony, egy hirtelen haragú király és egy vasorú bába is, aki összekeveri a dolgokat, de végül szerencsére minden rendbe jön. Addigra azonban a hőseinknek számos próbát kell kiállni. A szegény Johnny és Árnika című előadásból Juhász Ibolya és Kemény István jóvoltából láthatok most egy részletet. Nem mondja rémíteni
az embereket. Nem mondja a sok gonoszságot. Ármányt, kackiáskodást, hecciáskodást, üvöltözést, süvöltözést. Te ostoba ember! Tudod-e, milyen öröm rémült arcokba bámulni? Tudod-e, milyen érzés viharként cibálni az erdő? Farkasként ordítani, füstként gomolyogni? Na, mit tudsz te? Lárifári! Szerette már magát valaki? Nem! És maga? Szeretett már valakit? Nem! Akkor fogalma sincs, hogy mennyivel többet ér az mindenféle sepűnyél erőködésnél. Na várj csak! Komolyan mondom! Én is komolyan mondom! De még mennyire hogy maradj mert nem bánok! Nem bánok, én semmit se bánok! Itt az utolsó alkalom. 5 perc múlva úgyis elveszti a varázs erejét. Adja vissza azoknak a szegény embereknek a szabadságát, akiket a galád kincseivel törve csalt. És akkor talán még magából is lehet rendes ember. Na jó, nem bánom. Azt a kacska-macska farkát, nyerjétek vissza a szabadságotokat! Köszönjük szépen, Juhászi Bolya és Kemény István. Lázár Ervin mesevilága tele van átváltozással és varázslattal. Ezek a varázslatok azonban nem csupán szegény legények és király kisasszonyok életében történnek meg, hanem a hétköznapokban is. Karádi Borbála és Teszárek Csaba meséiből kiderül, hogy hogyan. Sziasztok! Jó napot kívánok! Ödönke és a 10 emeletes. Ödönke házat épített. 10 emeletest. Összedőlt egyszer, újra kezdte. Összedőlt 2-szer, újra kezdte. 3-szorra állt a ház, a földszint és rajta a 10 emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta. Megnézem a házat. Felőlem, Ödönke, fintorgott a földszint. Felmehetsz. Nem Ödönke, Ödönke, javította Ödönke. Figy-firitty, fuss följebb, fortyant föl a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz első, mondta. Eljöttél, Ödönke. Elmehetsz, Ödönke. Epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke. Eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szerbusz második mondta. Mit merészelsz, Ödönke? Menj mindjárt, mert megverlek, morogta a második. Ödönke felfutott a harmadikra. Szerbusz harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányod, hiánylom, hurrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik. Nekem ne neszezz. Ödönke már majdnem sírva fakadt, úgy ment föl az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök örömöm Ödönkét ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől 5-szörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett így. Hihihi, felnevetett az ötödik is így. Örventek. De Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hes, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke már
nem is javította, kirohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híred hallom, hidegszik a hátam, hújogta a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben nyargaj nyomban nyerített a nyolcadik. Kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. És a tizedik, tolakodók, támadások, takarodjál tök magtödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Odakint lefeküdt a szőnyegre. Ezen állt különben a ház is. Állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra. Legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és jupsz! Megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. Földszint, aki ezelőtt tizedik volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki ezelőtt kilencedik volt, elmehetsz, kiskomám. Második, aki ezelőtt nyolcadik volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász, nyakon verlek. A harmadik, aki ezelőtt hatodik volt, hess. Negyedik, aki ezelőtt hetedik volt, nem hallottad, nem hívtalak. Ötödik, aki ezelőtt is ötödik volt, ödönke, ödönke. Ölellek, örök örömöm, ödönkét ölelnem. A hatodik, aki ezelőtt negyedik volt, nem hívtalak, nem hallottad. Hetedik, aki azelőtt harmadik volt, hus. Nyolcadik, aki azelőtt második volt, nyakon verlek, nyiszlet, mit ugrász, menekülj. Kilencedik, aki ezelőtt első volt, kiskomám, elmehetsz. A tizedik, aki ezelőtt földszint volt, takarodj füsként. Na tessék, mondta ödönke. És lefele menet, megsimogatta még az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat. Csak az ötödiket hagyta éppen. És elkezdett dolgozni. Épített, épített, egész álló nap. De sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majdnem, hogy sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja. Odaállt ödönke hátam mögé, nézte, hogy mit csinál. De nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, ödönke? Egy olyan tízemeletest, mondta ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll. Csupa ötödikből? Csodálkozott az apja. És első, mondta ödönke. Második, a minek? Harmadik, hajjaj. Negyedik, nem. Hatodik, haszontalan. Hetedik, hess. Nyolcadik, nyomorult. Kilencedik, kinek kell? Tizedik, takarodjon! Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött ödönke. Azóta is építi a tízemeletest, aminek csupa ötödik emelete lesz. Hogy sikerül-e? Ki tudja. Most pedig fogadjátok szeretettel mai utolsó mesénket, amelyet Blasek Gyöngyi mond el nektek. Két reggel. Egyszer két reggel találkozott a tejúton. Jó reggelt, reggel, mondta az egyik, s megemelte halvány kék fényekből szőtt kalapját. Adjon Isten, mondta a másik barátságos, rubinpiros mosollyal. Hova, hova, kérdezte az első, és megigazította magán fénylő, drága köves köpenyét. A földre megyek, mondta a másik átszellemülten. A fényekből szőtt kalapú erre elkomorodott. Még a kalapja is halványabb lett hirtelen, s a drága kövei, mintha elfelejtették volna a csillogást. Még hogy a földre, mondta baljóslatúan. Nem ám, hogy úgy legyen. Márpedig az úgy van. Ma lesz a földön május első vasárnapja, igaz? Igaz. Na hát akkor, ma én fogok lenderengeni és pityumallani. Azt szeretném látni, kiabált a társa. Május első vasárnapjára én megyek. Még hogy derengeni és pityumallani. Kerengeni és nyilallani fogsz, édes barátom. Ma én ragyogok fel a földön. Ezzel futásnak eredt. De a másik sem volt rest. Elgáncsolta, puff, nagyot esett, csak úgy porzott a tejút.
nosza összevedekedtek, tépték egymást. Hajnal darabok, pitymallat rongyok, derűfoszlányok röpködtek körülöttük. Végre aztán az egyik győzött. Ki tudja melyik. A verekedés előtt egyforma szépek daliásak voltak, utána meg egyforma rongyosak töpörödöttek. S ment a földre, hogy fölváltsa az éjszakát. Az emberek meg kinéztek az ablakon, és azt mondták, hű, de ronda reggelre virrattunk. És nem is lett jó kedvük egész nap. Vannak történetek, amelyek nem feltétlenül vidáman végződnek, de Lázár Ervin szerint a boldogság akkor is itt van körülöttünk. A vele készült interjú részlet üzenetével köszönjük meg, hogy itt voltatok velünk ma délután, és együtt barangolhattunk ebben a különleges univerzumban az író születésének 80. évfordulóját köszöntve. Milyen fegyvert tud bevetni, hogyha a kétség, az aggodalom, a szomorúság kopogtat önnél? Semmilyen fegyvert nem tudok bevetni. Nekem az egész életemhez hozzátartozott a kisgyerekekkel való kommunikáció, együttlét. És ha volt kisgyerek a környezetemben, akkor sokkal derűsebb volt az életem. Talán az egész ország azért, mert kevés a kisgyerek. Hogyha sok kisgyerek volna, akkor vidámabb ország lenne Magyarország is.